Kedves nézőink, a fogadóra második részében még mindig a Gyöngyösi Képviselőtestület elmúlt csütörtöki döntéseivel foglalkozunk, a városvezetőkkel, Hisz György polgármester úrral, Kévés Tamás és dr. Tatár László alpolgármester urakkal. Hát a költségvetést elég jól kiveséztük, számos fontos döntés született még az elmúlt csütörtökön. Így például végül is elfogadták a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjat, amelyről korábbi műsorainkban már részletesen beszéltünk, de azért fontos és hasznos dolog, hogyha felelevenítjük, mert hát a jelentkezés az majd ezután lesz. Polgármester úr, Hisz György polgármester úr. Magát a tényt, a döntést azt meghoztuk januárban, most már részletes szabályait fogadtuk el. Ez azért fontos, mert lehet azt látni, hogy nagyon sok családnál komoly gondot jelenthet egyáltalán, hogy merjen-e a gyerek felsőoktatási intézménybe jelentkezni. És két példát, talán elmondtam a testületén is, hogy konkrét volt fogadórán nyugdíjas hölgy megkeres, aki adminisztrátorként megy nyugdíjba, alacsony nyugdíj, késő született gyerek, főiskolára járt Szombathelyre. És bemutatta a nyugdíjszelvényt, és tudom, hogy mibe kerül egy gyerek tanítatása. Bizony, ott választani kellett, hogy folytatja, vagy nem folytatja. Vagy ma, vagy decemberben, novemberben két minimálbér, tehát két felnőtt, mind a ketten dolgoznak, van becsületes állásuk, minimálbér közelébe keresnek két gyerekkel. És mondjuk elérkezik a továbbtanulás, és akkor azt mondják, hogy oké, kifizetjük a lakbért, kifizetjük a rezsit, eszünk, ruházkodunk. Na, jut-e továbbtanulásra? Tehát azt mondom, a város, amikor egy ilyen ínséges munkaidőhelyzet van, amikor fogyunk el, mennek a fiatalok, akkor kezdjük el mi, mutassunk példát a cégeknek is, hogy meg lehet azt szerintünk tenni, hogy ösztöndíjat álljunk fel azoknak a kevésbé tehetős, de tehetséges gyerekeknek, akik mondjuk hárman a Gyöngyösi Főiskolán, ketten műszaki felsőoktatás óvónőképzőben mennek, és még havi 40 ezer forintos ösztöndíjat adunk, amiből még fizetőképzés is lehet fedezni, és csak annyit várunk el, hogy cserébe, ha masterképzés vagy BSC képzésre megy, 3 vagy 5 év vagy 6 évre, kösse le magát hozzánk annyi időre, városházán, intézményeinkben, cégeinknél, ameddig fizetik az ösztöndíjat. Ez azt gondolom, hogyha cégek is élnek ezzel a példával, akkor nagyon sok fiatal gyöngyösit tudunk helybe tartani. Hál' Istennek a testület elfogadta. Ugye ez vonatkozik azokra, akik majd most már beadták a jelentkezésüket, és augusztusban pont húzásnál meg lesznek, hogy felvették őket. Azok közül tudunk választani. Illetve azt is elfogadtuk, hogy már most tanulmányaikat folytató, de ilyen szakokon, amit megjelöltünk, is lehet pályázni, tehát most már elsős, másodikos egyetemista főiskolás is bepályázhat ide. Nagyon reméljük, hogy lesz szép számmal jelentkező. A polgármester urak ehhez a napirendi ponthoz? Én annyit mondok, hogy a frakciónk is egyértelműen támogatta, egy kis félreértés volt ugye a testületi üléskor, a szavazáskor leginkább, ugye volt egy bizottsági módosító, amellyel a bizottság azt szerette volna, amit utána végre értelmeztünk, hogy is van, hogy ha valaki ugye alacsony keresetű családból érkezik, illetve jó tanuló is, ez a legtöbbet érő pont számítás alapján, mert ugye van egy külön, mind a kettőt pontozzák, pontozzuk, és ez alapján van a legnagyobb esélye, ha valakinek, hogyha bejut. Tehát ha valaki mondjuk jó tanuló, de gazdagabb családból van, akkor egyértelműen ő valamelyest hátrány szenved, és szerintem így van jó, hiszen egy jó tanuló, illetve elsősorban szegény sorsú családból származó gyermekeket szeretnénk ezzel elősegíteni, és egyébként nagyon jó ötletnek találom. Én nagyon remélem, hogy élnek is vele, és élni is fognak vele, sőt, én abban reménykedem, hogy egyébként következő költségvetési évben még az a kellemes gonddal nézzünk szembe, hogy a költségvetésnek még több pénzt kell erre esetlegesen félretennie, hiszen én azt hiszem, hogy most 5 tanulónak a lehetőségét biztosítjuk, viszont tényleg jó lenne, hogyha a jövő évben már ez olyan szintű lenne a túljelentkezés erre, hogy azt mondjuk, hogy igen. Mert
nyilvánvalóan ennek nagyon jó hatása van arra, hogy itt maradnak ezek a fiatalok. Az a probléma egyébként, elmennek Gyöngyösről, nagyvárosba, nehogy Isten külföldre, sajnos nagyon-nagyon kevés jön vissza. Nagyon, nagyon. Már ott kicsit már ott bedobnak, elmegy iskolába, akkor már ott kialakul neki egy közege, ő már ott szeretne letelepedni, és gyakorlatilag nem kapjuk vissza azokat a fiataljainkat, akik elmennek. De teljesen jó ötlet, és valamilyen ilyen módon. És persze az, hogyha azért itt vannak a nagy cégek, akik most azért itt megtelepülnek Gyöngyösön, tényleg egy példát tudunk nekik mutatni. De ez egyébként működik náluk, én úgy tudom. Viszont tehát mindenféleképpen egy példamutatással jár feléjük. Dr. Tatárra szól a polgármester. Frakciónk is egyhangulag támogatta természetesen. Itt azért, hagyd mondjam, egy kicsit árnyalnám a problémát azért. Tehát számos olyan szociálpolitikai kedvezmény van ma a felsőoktatásban, amivel jelenleg is hátrányos helyzetű tanulók is tudnak tovább tanulni. Tehát én csak azért azt szeretném mondani, hogy jelenleg is diákhiteltől kezdve egyéb szociálpolitikai kedvezményeken keresztül ma is biztosított azért a tehetséges gyerekek továbbtanulása. Én abban látom itt inkább, amit itt többen kihangsúlyoztunk, hogy a saját munkaerőpiaci helyzetünket is most már tudjuk előre tervezni, látjuk saját intézményeinkben, cégeinkben az elkövetkezendő 5-10 évben hány új munkába lépő felsőfokú végzettségű szakemberre lenne szükség, és itt tudjuk megtalálni a speciális, úgymond itt tartás lehetőségével, ezzel a 40 ezer forintos évenkénti támogatással, havi támogatással, ami szemesztert, fél éves szemeszterenként megy, tehát meg kell felelni egy minimális, úgy mondom, hogy a jó rendű szintnek, tehát azért teljesítményhez is kötjük tulajdonképpen ezt a továbbtanulási részt, de ez bennünket fog szolgálni szerintem. És valóban, tehát itt a külső cégeknek is követendő lenne, nem elsősorban önkormányzati cégeket értünk, hanem akik majd ide be akarnak települni, saját munkaügyi helyzetükön ők is úgy tudnak majd segíteni, hogyha hasonló ösztöndíj pályázattal próbálják ide kötni a fiatalokat. És ehhez még, amit mondtunk most már egy éve, hogy igen, cégek, kamara, el kell jutnunk odáig, amiről mostanában egészen konkrétan tárgyalunk cégekkel is, hogy lakás. Közösen az önkormányzattal letelepíteni itt a fiatalt úgy, hogy ösztöndíj, biztos munkahely szerződéssel és lakáshoz juttatás. Tehát aki családot akar alapítani, egyáltalán normális életet akar, és nem a méregdrága albérletet, ami kvázi kidobott pénz, legyen fedél a feje fölött, lehessen mire családot alapítani, az már azt gondolom a szülőknek a legnagyobb boldogság, hogyha itt tudja a gyereket, és nem külföldön, hogy a világ másik végén van a gyerek, mert az egy roppant. Azt gondolom, akinek gyereke nekem is, az nagyon jó, meg örülök, hogy boldog, de amikor Skype-on látjuk egymást, meg egy évben egyszer, ez nem biztos, hogy jó. Egyénnek, családnak, meg a nemzetnek se. Tehát valahol közösen kell ebbe gondolkodni, hogy hogy tudjuk itthon tartani őket. Hát igen, és valóban az lenne az ideális, hogyha minél több fiatalt, egyetemi főiskolai hallgatót be lehetne vonni ebbe az ösztöndíjba, de hát kezdetnek, ez is jelentős. A költségvetés is foglalkozik vele, de van egy külön rendelet is, amelyet elfogadtak, a térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendeletet is most fogadták el múlt csütörtökön. Ha jól tudom, akkor itt a 2017-es költségvetés ehhez pénzt is utal, ugye? Ez még a tavalyról áthúzódó beruházásnak a pénzügyi vonzata, de gyakorlatilag elég szigorú adatvédelmi törvények vonatkoznak, hogy közterületen ki nézhet, hol nézhet, mit nézhet, hogy kell tárolni. Tehát van egy csomó előírás, amit be kell tartanunk, és ugye a legfőbb döntéshozó szerv ebben a testület, aki megmondja, hogy kamera hely hol van, stb. Erről született egy rendelet, és én azt gondolom, hogy ez is fontos, amiről beszéltünk, hogy a közbiztonságnak egy olyan szelete, ahol nagyon sok zsiványt meg lehet fogni. Épp itt Tamással néztünk, egy felvételt mutatta a mobilján, hogy puskával jár az illető, és lövi ki a kamerákat, tehát szerencsétlenségére mindent felvesz, igazolvány képminőségű felvétel, az illető beazonosítható. Hát majd
meg fogja érezni. Reméljük, hogy lesz retorzió benne, mert ez nem normális dolog. De egyébként inkább korlátozza ez a rendelet az információk kiadását, vagy az információkkal, a képekkel, a felvételekkel való munkát? Inkább rendet rak benne. Rendet rak benne. Tehát azt mondtad, hogy nagyjából és egészében a közterület felügyelőinknek a feladatköre ez. Tehát igazából nem juttathatnak ki onnan anyagokat. Illetéktelenek nem nézhetnek bele a kamerában. Nyilván van ezek a kamerák a rendőrségre is be vannak kötve, tehát mind a mellett ők is tudnak ebből tájékozódni és dolgozni. Azért azt el kell mondani, hogy 50 kameránk van már Gyöngyösön, tehát ez nem titok nyilvánvaló, csak olyanokat fogok elmondani, ami fontos, és én azt is látom, hogy nem lesz elég még ez, még ebbe a költségvetésbe is képviselők egyénileg is tettek be kamera igényt, én is tettem be. Nyilván lesz olyan hely, ahol kétfelé is kell nézzen a kamera, mert ugye nem mondok szakmai, de az a lényeg, hogy sokkal több megfigyelési lehetőséget kell biztosítani, ellenőrzési lehetőséget, és ebben azt kell mondjam, kiemelten fontos az általam képviselt körzet, hiszen azért, ha csak mai dolgot nézzük, hogy hány konténer szemetet vittünk el, gyakorlatilag annak a konténernek a elvitelének az ára egy kamera körülbelül. És hogy ott meg tudjuk fogni azt, hogy ki az, aki egyébként így, ilyen módon szemetel, akkor azt gondolom, hogy ezeknek azért visszajön az ára. Visszatérve az esetre, nyilvánvalóan a közterület felügyelet megteszi a lépéseket és a feljelentést, ebben az ügyben ez nagyon friss. Kilövöldözte a kamerát, tehát én azt gondolom, hogy ez már egy nonsens, tehát nem normális dolog, mert valahol egy normális társadalomban azt gondolom, hogy ezek gyakorlatilag a saját biztonságunkat van kitéve ez a kamera. Milyen jó, tehát engem nem zavar a kamera. Van, aki azt mondja, olvastam is Facebookon, hogy minek ennyi kamera, mert engem miért figyelnek meg? Hát örüljünk annak, hogy legalább azt tudjuk, hogy biztonságban érezhetjük magunkat ez miatt. Igen, aki ezt mondja, és mondjuk egy gyalog átkelő helyen elüti egy kocsi felől, aki beveri a fejét, mondjuk rokkant lesz, akkor legalább meg tudjuk mondani, hogy ilyen rendszámú kocsi döltött fel, beperelheted, mert látjuk, vagy kitépnek a nyakából láncot, és azok, hogy ez meg a XY volt. Tehát itt nem attól kell félni, tehát itt a visszaélés lehet, hogy nézi az emberünk, és azt mondja, hogy Kovács Péter kis Gizellával sértált kézenfogva, és az asszonynak eladja információt. Tehát ilyen meg nem történhet. Ez az, ami nagyon szigorú, hogy csak akkor meddig tárolhatja, meddig rögzítheti. Tehát ezek nagyon szigorú szabály, kinézheti egyáltalán. Tehát képviselő, bemegyek oda, vagy polgármester, nem nézhetem. Tehát annak, akinek erre jogosítványa van, rendőr vagy közterületfelügyelő, akinek a vizsgálja vagy jogosítványa van. Tehát nem tud visszaélni. Ha ezt megtudjuk, ez hivatalvesztést jelent. Tehát nem szabad egyszerűen. Tehát ezt a bizalmat nem lehet. A zsivány meg féljen. Legyen egy visszatartó ereje. Országos összehasonlításban mennyire korszerű a gyöngyösi kamerarendszer, dr. Tatár László? Ez már a közbeszerzési eljárás kiírása kapcsán is, illetve az előzményekből is kiderült, hogy egy olyan kamerarendszert hoztunk közel 31-32 millió forint beruházás mellett, amely jelenleg most a legkorszerűbbnek tekinthető. Csepelen megtapasztaltuk, hasonló kamerarendszer ott volt elsőként az országba telepítve. Két részből áll maga a közterület megfigyelése, mint térfigyelő kamerarendszer, és van egy úgynevezett rendszámfölismerő kamerarendszer rész is. Nyilván ennek teljesen más bűnöldözési szempontból a város belépő-kilépő kapuinak a megfigyelése, rögzítése, de valóban ma volt állománygyűlés Gyöngyösen a rendőrségen, és megyei rendőrfőkapitány, városi rendőrfőkapitány úr is kiemelte, hogy gyakorlatilag rendszámolvasható arc, minden látható, ha szükséges intézkedés miatt be kell avatkozni a rendőrségnek, a legkorszerűbb körülmény biztosítja. A megyei rendőrfőkapitány úr kezdeményezte egyébként, hogy Eger is próbálja átvenni ezt a rendszert, majd jönnek tanulmányokra hozzánk. Konkrétan ezt a technikát? Ezt a technikát, mert úgy néz ki, annyira tökéletes, és ugye hát valamikor mi is onnan indultunk, hogyha majdan
a anyagi körülmények lehetővé tennék, akkor a kistérség vonalán is egy kicsit bővíteni tudnánk, és Gyöngyös és kistérsége egy jóval nagyobb egy járási lefedést tudna biztosítani ezen a téren. És ez nagy előrelépés lenne. Így van, tehát minden bűnözői mozgás, aki rosszba utazik, mindegy, hogy éjjel vagy nappal, borús vagy napos időben, minden Gyöngyösre bejövő, kimenő, útdűlő, minden olyan szakasz védve van, tehát aki rosszba sántikál, az föld alatt közlekedjen, vagy levegőbe, nincs más út. Kévés Tamás is jelezte, hogy még van. Igen, mert a jövőre tekintve, hogy ez az 50 kamera, ugye is mondtam, hogy tényleg vannak képviselő igények ebben, viszont ami még fontos, hogy mobil kameránk is nagyon van. Nagyon-nagyon nagy szükség van rá, amelyet ugye ki tudunk telepíteni úgy, hogy esetleg egy megfigyelt olyan területen, amely gyakran visszatérő rongálások vannak, akkor ott ki tudjuk tenni, és tényleg két hét alatt úgyis a rongálás az ismétlődik sajnos, tehát nem egyedi eset szokott lenni, itt játszótér vagy egyéb, tehát mondd a konkrét esetet. Nem akarom, ez játszótér bekerítve 80-asba másfél hete, kettőször rongálják meg úgy, hogy lehajtják a kerítést. És ez nem a erős fiatalnak a műve, hanem valaki szándékosan. Tehát nem normális. Körbekerjük a játszótet, hogy védjük a gyereket, ne szaladjon ki az útra, ne menjen be kutya piszkolni a homokba. Erre vandál, ilyenkor a lakosság segítségét is kérjük, hogy ki az őrült, mert azért nagyon sok idős ember otthon van, lát az ablakból, szóljon, telefonáljon, mert ezek nem normális dolgok, és óriási pénzbe kerülnek a javításuk. Tehát hihetetlen emberek vannak, de hát sajnos ezzel is számolunk. Igen, hát most már azért azt ne tudjuk meg, hogy milyen lenne a város közbiztonsága kamera nélkül, mert hát biztos, hogy nagyon régi állapotokhoz mennénk vissza, és azért nagyon nagy visszatartó erő ez a kamerarendszer. A képviselőtestület elfogadta az idei rendezvénytervet is. Itt is vannak újdonságok május 1-én, augusztus 20-án. Polgármester úr? Ugye sok új dolog nincs benne. Egy, amire nem tértünk vissza, csak a kulturális koncepcióban fogalmaztunk meg, amit most ugye rendezvénytervén nem, hogy kellene Gyöngyösnek egy olyan kiemelt húzó rendezvény, ami meghaladja a bornapokat vagy a születi napokat, ami országos hírű és rengeteg turistát vonz. Ezen most dolgozik még a szakma. Ami újdonság, ugye képviselői kérésre bejött egy majális, azt mondtuk, hogy nem párthoz kötődően a lehetőséget megteremtjük, pénzt mondjuk nem rendeltünk hozzá, ez egy későbbi majális feladat, hogy egy városi, ugyanúgy a térségben vannak ezek a falunapok majálisok, hogy legyen Gyöngyösen erre a napra. És augusztus 20 csak annyi volt betervezve, hogy szentmise, kenyérszentelő, ünnepi beszéd, és kész. Ezzel szemben lesz egy jó egésznapos műsor, és este tűzi játék, ami bejött még erre a napra. És nagyon remélem, hogy kollégák dolgoznak azon, amit belső átcsoportosítással a művődéséhez el lehet érni, hogy ugye borvidék, és többször neki szaladtunk, szakma, borászok, borokháza, egy mártonnapi nagyobb borünnepnek, új borünnepnek. Ennek lehet, hogy most valami összefogottabb rendezvényét meg tudjuk tartani novemberben. A Gyöngy Nemzetközi Folklór Fesztivál jövője milyen lesz? Dr. Tatár László, a polgármester. Reméljük, hogy továbbra is virágzó lesz. Nyilvánvalóan az elmúlt évi tapasztalatokból kiindulva tapasztaltunk egy kis érdeklődés, kiesést, elmaradást. Úgy gondoljuk, hogy megteremtettük a méltó körülményeket az idei évi költségvetésben is ahhoz, hogy most már egy megújult nézőteret tudunk biztosítani, egy megújult ülőhelyjel, háttámlával kényelmesebben, így mondom, az egész estét kényelmesebbé tevő ülőszékek biztosításával a technikai környezetet javítjuk. Sajnos a rendezvény sorsával kapcsolatban pró-kontra érvek folyamatosan hangznak el, hogy elbír-e egy ilyen város minden éves fesztivált, hogy évenkénti, két évenkénti, pró-kontra érvek mind vannak emellett. Most
megpróbáljuk azt az idei évet, hogy bevonni a testvérvárosokat, a testvérvárosokból hozni fellépő együtteseket egyébként az eddig megszokott rend mellett, hogy a világ minden részéről hozunk szimpatikus nézőket vonzó fellépőket, és egy kicsit megpróbáljuk abba az irányba elvinni, mostani javaslat e körül, a gondolatvilág körül volt, hogy kicsit így a jövő együttesekkel, néptánc együttesekkel egy kicsit az általuk képviselt életformát, ételeket, ízeket, egy kicsit úgy az egész világot, ahonnan jönnek ide varázsolni Gyöngyösre, hát ha ez egy kicsit jobban megmozgatná majd a városlakókat is. Kétségtelen tény, hogy van teendőnk azon, hogy egy kicsit az országos turizmusból is nagyobb szeletet hasítson ki ez a fesztivál, valahogy intenzívebbé kell tenni. Ha megnézzük az idegenforgalmi mutatókat, augusztusban tele a Mátra vendéggel, tehát úgy gondoljuk, hogy megfelelő marketinggel azért a szállodai kapacitásból is tudunk majd lehozni a hétköznapi előadásokra is. Ugye azt látjuk, hogy a nyitó és a záró rendezvény az full tele van, ott nincs probléma. A többi hétközi eseményt kell nagyobb nézőszámmal megkötni, és az újdonságokkal reméljük egy kicsit újra éled a gyöngyösi kedvis a gyöngyösi lakóknál, hogy részt vegyenek a fesztiválon. Polgármester úr? Csatlakoznék a polgármester úrhoz. Tehát első, ami nem tartalmi, technikai. Tehát a nagy lökést az adná, hogyha azon a nagy kulturális pályázaton nyernénk, és mondjuk teljes színpad technika csere, új színpad, fedett színpad. Mert a legkisebb zápornál is életveszély táncolni, vagy szünet van. Közönség ázik, tehát fedett nézőtér, kényelmes ülőszékek, stb. Hangtechnika. Ugye visszatérő probléma, hogy nagyon vontatott, amikor az együttesek beállnak, még áthangolnak, és egy 8 órától éjfélig tartandó programon, szünet nélkül, hát nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen. Ugye a másik a tartalmi. Ugye a nyitó és a zárógála full teltház 1200 néző, a nemzeti estek pedig 250 néző. Tehát ezt a szakmának kell megoldani, hogy tud olyan programokat úgy frissíteni, olyan együttest hozni, olyan kísérő programot, nem tudom mit, de egyelőre még itt szerintem nincs áttörés. Tehát valahol ugye ebben benne van, hogy két évente benne van, hogy más. Ugye most lesz egy kísérő rendezvény, ami összefügg ezzel, az Experidence-nek lesz egy 21-ei fellépése. Akik bérletet vesznek, vagy egész héten vesznek jegyet, az nagyon kedvezményesen fog bejönni az Experidence-re. Ez is vitákat váltott ki, hogy ez elviszi a nézőt, vagy hozza a nézőt. Én azt gondolom, hogy minden olyan dolog, ami itt turistát meg nézőt vonz, tehát végig kell gondolni, hogy Gyöngyösön annak köszönhetően, hogy ez a 60-as vagy 50-es évektől generációk nőttek fel a néptáncban, még van egy viszonylag stabil nézőközönség, de hol vannak azok a turisták környékbeli, hogy együtt tudtunk-e működni, és hozzáteszem nem. Különböző fesztiválvárosokkal, Berénye, Legerval, ugyancsak vannak fesztiválok, lemaradtunk róla. Lehetett volna közösen, most mindenki csinálja magáét, és szerintem mindenki ugyanezekkel a gondokkal küzd. Tehát itt végig kell gondolni, ugye leírjuk a kulturális koncepcióba, hogy büszkék vagyunk a város legnagyobb ilyen rendezvényére, hogy van 50 ezer látogató a rendezvényeinken, és ha megnézzük, hogy ebből mennyi van a Néptáncfesztiválon, hát nagyon kevés. Tehát 2200, meg 4250. Tehát ez 2000 valamennyi az 50 valahány ezerből. Igen, de hát vannak úgynevezett ingyenes programok, tehát ezek a tértáncok, tehát a igen. Felvonulás. Tehát igen, ez is vita, hogy kell-e, hogy az elviszi a közönséget. Tehát itt a szakmának kell kitalálni, hogy tudnak több nézőt oda vonzani, de én remélem, hogy meg fogják oldani. 3 percünk van, és talán még egy döntésre jut idő, ez pedig a közfoglalkoztatási program. Most február utolsó napja van, és a mai nappal véget ér egy program, és márciusban újraindul. Gyöngyös folytatja a közmunkaprogramot, így mondva? Folytatja, de máshogy. Tehát rengeteg tapasztalat van, 2 éves tapasztalat. Én most azt tudom mondani, hogy biztos, hogy lesznek olyan szervezetek, akikkel én nem fogok aláírni szerződést. Tehát nap, mint nap megtapasztaljuk, hogy
munkaterület kiadva, ellenőrzés megtartva, ember eltűnve. Tehát nincs elvégezve a munka, már eltűnik a közmunkás. Ugye 4 szervezet foglalkozik most közmunkásokkal, közte egy a mi emberünk, és 3 roma szervezet foglalkoztat. És nagyon komoly gondjaink vannak. Tehát ezt a mostani szerződés kötésnél érvényesíteni akarjuk. Máshogy kiosztani munkát. Nagyon hasznos tevékenység vannak. Ha azt mondom, amiről beszéltünk, játszóterek bekerítése. Ha vállalkozónak kiadjuk, akkor ő 6-7-8 millió forinté kerik be egy játszóteret. Ezt a városgazda a közmunkásokkal együtt 2 millió forintból megoldja. Festenek intézményénket, felújítanak, tehát rengeteg hasznos munkát végeznek, köztisztaságban is, és van a másik vég, amikor alig valamit. Tehát ebbe nagyobb rendet kell tennünk, ebbe biztos vagyok. Két alpolgármester úrnak egy-egy perc maradt. Igen, konkrétan a mostani döntésünk az pedig 117 főről szól. Ugye 85%-os állami támogatás, 15% az önkormányzati támogatás, az körülbelül a költségvetésünket ilyen 9 millió forinttal érinti. Vannak olyan munkakörök, amelyek hát gyakorlatilag nélkülözhetetlen, illetve ha a postával szerződnénk, akkor az iszonyatosan drága lenne, és épp ezért ezeket, akik most kézbesítőként, de közfoglalkoztatottak voltak, és lejárt a szerződésük a mai nappal, őket tovább foglalkoztatjuk, erről is szólt a döntés. Ez egy ilyen 6-700 ezer forintnyi költségvetési összeg lesz. Itt 10 főről van szó, ugye, meg 2 tehát 10 fő kézbesítőről, itt a 2 fő adminisztrátorról. És ami még, ami volt, hogy van, amikor megindul a közmunkaprogram, akkor egyfajta bérkiegészítés is adunk 10 főnek, hiszen egy magasabban, tehát irányító munkásoknak felemeljük a bérét, tehát egy bérkiegészítés is történik. Sok idő nem maradt, alpolgármester úr? Természetesen mi is támogatjuk a közmunkaprogramot, vegyünk részt benne, ellenőrzést meg kell szigorítani, tudomásul kell venni a közmunkaprogramban résztvevőknek is, hogy ők itt munkabért kapnak. Tehát a munkabérért teljesítményt várunk el, ennek az ellenőrzése meg fog történni, és remélem, hogy így hasznosulnak majd. Köszönöm ezek szépen, hát azt hiszem, hogy a legfontosabb döntésekről sikerült beszélni, az elmúlt gyöngyösi képviselőtestületi ülésről. Megköszönöm Hisz György polgármester úrnak, Kévés Tamás és dr. Tatár László alpolgármester uraknak, hogy bejöttek a stúdióba. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg, ne feledjék, hogy jövő héten kedden is jelentkezünk újra közéleti műsorunkkal, magazin műsorunkkal, tartsanak akkor is velünk, további kellemes estét, viszontlátásra!